Az együtt elnevezésű pályázatra szeptember 30-áig várják a tehetséges fiatalok munkáit. A jelentkezők legfeljebb két szabad témában írt verssel pályázhatnak. Figyelemen kívül lesznek azok hagyva, akik olyan verseket küldenek be, amik már valahol versenyképesek voltak és szerepeltek. Abban az esetben, hogyha határidőn túl küldik be ezeket a munkákat, és hogyha nem versformába íródnak. Szóval ezeket a szempontokat nagyon figyelembe kell venni. A pályázatra magyar és szerb nyelvű alkotásokkal is jelentkezhetnek a résztvevők. A versek mellé rövid önéletrajzot is mellékelniük kell a versenyzőknek. A versíró pályázat az regionális, az azt jelenti, hogy nem csak Szerbiából lehet bejelentkezni, hanem más országokból is, amit ki kell hangsúlyozni, hogy egy versíró kettő verset tud beküldeni, természetesen lehet kettőt magyarul, vagy kettőt szerbül, vagy lehet azt is, hogy kihangsúlyoznám, hogy kettőt, de az egyik lehet magyar, a másik pedig szerb. Az Óbecsei Népkönyvtár versíró pályázatára a képernyőn látható e-mail címen lehet jelentkezni. A pályázat célja a költészet és az írott szó népszerűsítése, valamint a gyerekek és fiatalok irodalmi alkotó tevékenységének támogatása.